Tisztelt zsűritagok, kedves közönség! Előadásunkban Lontó község történetével, azon belül is a kastélyokkal és uradalmi kúriákkal foglalkozunk. Az Ipolyszakállosi alapiskolából jöttünk, de iskolánkat igen sokan látogatják a szomszéd 3 kilométerre lévő Lontó községből is. Sokszakállosi lontói gyökerekkel rendelkezik. Azért választottuk ezt a témát, mert a nagyszüleimtől nagyon sokat hallottam a kastélyokról, és szerettünk volna többet megtudni a történelmükről, mielőtt végleg feledésbe merülnek. Kutatásunk során első utunk Borka Marika nénihez, lontói lakoshoz vezetett, akitől sok információt és segédanyagot kaptunk. Ő maga körbe is vezetett minket a falun, hogy megmutassa azt a keveset, ami a kastélyokból és kúriákból fennmaradt. A bevezetőben nagyon röviden bemutatnánk magát a falut. Lontó kisközség. A történelmi hont megy a délnyugati csücskébe, ma a Lévai járásba tartozik. Az Ipoly folyótól nyugatra fekszik Ipolyszakállos és Tergenye község között. A dombok közt szerényen megbúvó falut az Egeres patak szeli át. Fényes Elek, 19. századi földrajzi író azt írta a múlt század elején a faluról, hogy határa mindennel bír. Van szántóföldje és legelője, tága szőlőhegye, erdeje, sok gyümölcse. Nem csoda hát, ha a faluban egykor több birtokos is megtelepedett. Még a 20. század első felében is 11 kastély, illetve úrilak állt itt. Ebből a 11 építményből sajnos csak 8-nak sikerült megtudnunk a nevét. Az úgynevezett Talián bárónő kastélya, a népnyelv nevezi így a kastélynak nem nagyon nevezhető kúriát. Tulajdonosa később egy Beck nevű birtokos volt, majd egy bizonyos Evva úr vette bérbe, aki valószínűleg Evva Lajos, Vas megye főügyésze lehetett. A Szabadhegyi kúria. Ennek egy részét már lebontották, másik felét pedig teljesen átalakították. A Rakószki kúria. Itt lakott a múlt század első felében Rakószki István, rendkívül művelt földbirtokos, majd Rakószki Béla, császári és királyi kamarás, országgyűlési képviselő. A kastély mindenek előtt a 8000 kötetes könyvtáráról volt híres, melyben különleges kötetek is voltak. Murányi és Zsarnócai kúriák. Sajnos mindkettőt lebontották, nem tudtunk meg róluk több információt. Rajner kastély. A mai vendéglő közelében állt, 1932-ben leégett, a tűz 3 falusi fiatal halálát okozta. Az utolsó két felsorolt kastély a legjelentősebb, ezért azokkal a folytatásban kicsit bővebben is foglalkozunk majd. Az első a Szent Iványi kastély. Későbbi tulajdonosairól Matényi, majd Té kastély. A második pedig a Jekkelfalusi kastély. A főnemesség a 18. században igen gazdag volt és szívesen építkezett. A Bécsben élő arisztokrata családok magyarországi birtokaikon is pompás kastélyokat emeltek, hogy az uralkodó számára megfelelő környezetet biztosítsanak esetleges látogatása idejére. Így Mária Terézia uralkodása alatt 219 kastély állt Magyarországon. A Szent Iványi kastély 1760-ban épült, a környék egyik legjelentősebb barokk építészeti alkotása volt. Az épület gyönyörű kert közepén állt. Termei Zsigmond és Mátyás korabeli kőfaragványok és festmények, régi velencei műtárgyak 18. századi kőszobrok díszítették. A Szent Iványi család a mai észak-szlovákiai Szent Ivánról Liptovszki Ján származik. A faluban a családnak 3 kastélya is állt. A leghíresebb fürdőházat is tartalmazott. A gyógyvizen kívül a település az aranybányairól és mértan volt ismert. A mánzártetős kastélyt az előreugró bejárati részt tagolta ketté. A bejárat fölötti timpanon háromszögében a családi címer volt látható. A képen piros oválissal jelöltük. A Szent Iványi kastélyt 1896-ban Ték Endre, a magyar nagyüzemi bútorgyártás megteremtője vásárolta meg, aki az épület eredeti stílus jellegét gondosan megőrizve felújította a kastélyt. Ő indította el Magyarországon a zongoragyártást, és az operaház teljes bútorzata is az ő nevéhez fűződik. A kastély udvarán és kertjében még 1968-ban is megvolt egy 15. századi gótikus szoborcsoport és 3 római istennő 18. századi klasszicista szobra.
Ezekről egy nem túl jól sikerült fénykép látható most a kivetítőn. A szobrokat a szocializmus éveiben az Emlékvédelmi Hivatal ismeretlen helyre szállította. A kastélyban több fontos személy is élt. Egyik utolsó lakója, Böjt Lídia, a rádiózás hőskorában bemondóként, később színésznőként is dolgozott. Játszott az Aranyemberben, a képen az 1937-ben forgatott A kölcsönkért kastély című film szereposztásra látható. A kastélyt a 20. században sajnos hagyták teljesen tönkremenni. Volt benne tanonciskola, kultúrház és magtár. Mindenki használta, de senki sem törődött vele. Mára-mára kövei sincsenek a helyükön. Csupán a konyha maradványai és a személyzet romos szobái állnak még a volt kastély hátsó szárnyából. Ma is látható még a hatalmas pecsenyesütő kemence. Az egykori lontói kastélyok közül a legjobb állapotban a Jekkelforsi kastély maradt meg. Jekkelforsi József építette, kiváló statisztikus, közgazdász volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, valamint az Országos Magyar Király Statisztikai Hivatal igazgatója is volt. Az épületet középen kiugró hal tagolta két részre, ezt a korabeli képen piros oválissal jelöltük. Hogyan is került Jekkelforsi lontóra? 1879-ben feleségül vette Podhorszky Györgynek, Hont vármegye Alispányának leányát Erzsébetet, és felépítette lontói kastélyát. Testvérével Jekkelforsi Józseffel egyetemben a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra 1901-ben. Jekkelforsi sokat írt, főleg népszámlálással, statisztikával kapcsolatos műveket. A kastélyt egykor szép angol park vette körül, mögötte pedig gyümölcsös volt. Az épületben a szociális otthon működik. A felújítás során sajnos nem őrizték meg a kastély eredeti jellegét, semmi sem emlékeztet az egykori kastélyra. Izgalmas kutató és terepmunkánk után kis szomorúságot éreztünk. Rá kellett jönnünk, hogy a 20. században az emberek közömbösek voltak ezeknek az értékes épületeknek a sorsa iránt. Hagyták a kastélyokat és a kúriákat tönkre menni, ahelyett, hogy okosan használták volna őket. Így mi, mai fiatalok, már nem tudjuk élőben megcsodálni az egykor büszke épületeket. Ez sajnos ma már jóvá tehetetlen. Csak reménykedjünk, hogy más települések jobb sorsa érdemes művei nem így végzik. Miközben kastélyok után kutattunk, rájöttünk, hogy milyen sok neves személyiség kötődik kis falunkhoz. Már körülvonalazódik bennünk a következő kincskeresés. Forrásaink és felhasznált irodalom. Köszönjük, hogy bemutathattok munkánkat. Mi pedig köszönjük, hogy bemutattátok munkátokat. Kerek volt, mit is vártunk volna tőletek, ez természetesen. És itt megint csak a nagy közösségnek mondom, hogy aki nem tudná, az Ipoly Szakállosi Iskolában van egy szivárványprojekt, amely tulajdonképpen egy tudományos diákkonferencia, szekció beosztásokkal, természettudományi, társadalomtudományi, helytörténeti szekciókkal, és ez évek óta megy, a környék iskoláit odavonza, jobbnál jobb előadások hangzanak el, tehát be kell vallani, hogy ti nem csak a kincskeresőkön szereztek ekkora rutin, hanem egyáltalán az otthoni környezetben is, és tulajdonképpen ez lenne a jövő, hogy ezeket bemutassátok, és ilyenkor valóban veletek együtt csak elszomorodik az ember, hogy milyen értékeket hagyunk tönkre menni, és mai napig milyen értékek vesznek és pusztulnak. Reméljük, hogy ti, különösen a kincskeresők egy kicsit más nézetekkel fogok élni és felnőtté válni. Én ezzel adom tovább a szót. Én is arról gyanakodtam, hogy valószínűleg ez egy gyűhely munka, olyan produkció, amely tőletek hallunk, de akkor Marika ezt most meg is erősített, hogy ez tényleg így van. Gondolom vissza a vendégeinek, hogy a kincskeresőknek. És valószínűleg ugye úgy is éreztétek, hogy akkor most kicsit túl kell lépni a falu határait, nagyon okosan nem mentetek túl messzire, és nagyon jól oldottátok meg azt, hogy akkor ezt elmondhatok, hogy most miért is ezt. Tehát, hogy valamilyen szinten azért csatoltatok a saját településetekhez, a viszont, hogy
ilyet is írva Lontói kastélyok, amelyekről nagyon komplex módon beszéltetek, kontinuitásokat mutatottak be, tehát elmondhatok azt, hogy Halány kastély épült egy bizonyos korszakban, hogy legyen a hallgatóságnak egy összehasonlítási alapja, azzal szemben, hogy mennyit található London. Nekem nagyon nem tetszett, hogy nem csak az objektumokról beszéltetek, hanem az azt használó, vagy azt birtokó emberekről és személyiségekről, egyéniségekről, és a kettő nagyon jó ritmusban váltakozott. Beszéltetek az objektumról, beszéltetek a személyekről is, és ezen teljesítette, adott egy komplex képet. Külön jó, hogy egy társadalom kritikával zártatok ezt az egészet, mert mindenki gondol erről valamit, ti is, és ezt el is mondtátok úgy, hogy ezeken kimondottan tetszett. Egy pici apró megjegyzést megengedtek az elején a település elhelyezés bemutatásában, beszéltem róla, hogy ha van egy tájföldrajzi megnevezés, azt használjuk, tehát az alsó importmentel államhangzott volna, akkor még boldogabb lett volna a szívem, de így is nagyon jó volt. Köszönjük szépen! Összességében nekem is tetszett a dolog. Megint csak a fényképek használata egy kicsit kaotikus volt, főleg az elején. Amikor így felsoroltatok egy csomó kúriát, hogy mi volt a faluba, és mellé tettetek négy képet, akkor egyáltalán nem lehetett tudni, hogy mit nézünk most. Tehát valahogy utalni, vagy összekötni, vagy én nem tudom. Nyilván nektek az olyan természetesnek tűnik, hogy tudjátok, hogy mit láttok, de idegennek, aki ezt hallgatja, nem olyan egyértelmű, hogy az egyikben egy valamilyen épületet, a másikban egy rombot, a harmadikban egy belteret, és ez ugyanaz az épület, vagy a felsorolt tízből valamelyiket. Tehát ezeket azért úgy, tehát hogy mondjam, közönségbarátabbá kell tenni, de ezzel nincs különösebb probléma. A másik meg ez a 15. századi szobrok a kertben, ez biztos. Nekem annyira megütötte a fülem egy gyerek, hát 15. század az törökök előtt van, ugye? Nyilván elszigetelt helyeken, mondjuk gömöri, szlovák falvakban, gótikus templomokban ember el tud képzelni 15. századi szobrokat, de mondjuk, hogy az Ipoly mentén egy kastélykertben, nem mondom, hogy nem, de azért ennek utána kéne menni, hogy ez igaz-e, mert azért ez nem egy olyan gyakori dolog, hogy csak úgy szanaszét egy angol parkban 15. századi szobrok szoktak heverni. Úgyhogy ezt még azért igazom, hogy próbáltok meg egy kicsit visszaigazolni, hogy igaz-e ez, mert nem mennék ebből olyan 100%-ra biztos. Nálunk is sok mindent török sírköveknek neveznek, de ha jobban letörvöd a mahat a sírkőről, akkor látod, hogy ez a magyar felirat és még datálva is van az 1800-as évekre. És az emberek szeretnek ilyen nagyokat mondani, nekem gyanús egy kicsit, hogy ez a 15. századi szobor nem egyébként valami ilyesmi, hogy ezt még próbáltok meg egy kicsit utalnak kapizbászni. Köszönöm szépen!